Anyák napi színházi előadás az 5-ös 10-ben. Ballagások, érettségik, országszerte. Határtalanul pályázott a Kölcsey gimnáziumban. Rajzverseny eredményhirdetés a Tóth Aladár zeneiskolában. Országos önkormányzati futballkupa a hétvégén. Hamarosan kezdődnek az óvodai beiratkozások. Programok a 6. kerületi Fasori Kicsinyek óvodájában. Nemzetek napja a Terézvárosi Mesevilág óvodában. Debreceni néptánc fellépésen a 6. kerületi Kincseskert óvoda. A 90 éves Gabi néni köszöntése. A Tóth Aladár zeneiskola koncertje a Hunyadi téren. Köszöntöm a nézőket, Dombóvári Gábor vagyok. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látják. A Terézvárosi Önkormányzat és a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit ZRT anyák napja alkalmából az idén is vendégül látta egy színházi előadás erejéig az érdeklődőket. Ez alkalommal Daniel Glattauer Párterápia című vígjátékát tekinthették meg a terézvárosi édesanyák. Hassai Zsófia polgármester üdvözlő szavai szerint az anyai szeretet az egyik legősibb, világot formáló erő. A legszebb dolog az anyák napja. Jó, hogy van egy ilyen ünnepünk. Az ünnep ugyanakkor arra is jó alkalmat kínál, hogy közösségeinkben fel tudjuk mutatni az anyaság teljesítményét és a szeretet értékét. A mai napot széppé tették a családi köszöntések, a közös ebédek, a szeretetteli beszélgetések, a gyermeki, unokai virágcsokrok és a puszik, sőt, talán még a meghatottság könnyei is. A párterápia házaspárjának életéből már rég eltűnt az első évek izgalma. Ismerős a helyzet. Valami végleg elveszett, és mielőtt végleges döntést hozna, egy utolsó kísérletképpen szakemberhez fordul a férfi és a nő. Az orvos munkához lát. Frenetikus helyzetek, mulattató fordulatok és meglepetések során ismerjük meg már nem is csak a páciensek, hanem maga a pszichiáter életét is. Glattauer vígjátéka nagy emberismerettel és virtuozitással sodorja nézőjét a hősökkel együtt a jövő meglepetései felé. Pénteken és a hétvégén országszerte elballagtak a diákok a középiskolákból, majd hétfőn a magyar írásbelikkel megkezdődtek az érettségi vizsgák. Ki ne emlékezne a Ballag már a vén diák, vagy az elmegyek kezdetű dallamokra, amelyek a tarisznyával, virágokkal kísért ballagókat körülveszik. Ez az idén sem történt másképpen, azzal a különbséggel, hogy elindult egy mozgalom országszerte, miszerint egyes iskolákban virágok nélkül ballagtak a diákok, hogy a virágokra szánt pénzt jótékony célokra használhassák fel. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint május 2-a és június 24-e között a középiskolákban 1161 helyszínen zajlanak az érettségi vizsgák. A mostani érettségi időszakban mintegy 112 ezeren adnak számot tudásukról. Közülük csak nem 76 ezeren tesznek ebben a vizsgaidőszakban rendes érettségit, azaz szerezhetnek érettségi bizonyítványt. Rajtuk kívül a vizsgarendszer lehetőségével élve mintegy 36 ezeren tesznek legalább egy tárgyból valamilyen fajta érettségit. Az írásbelik május 2-től május 24-ig tartanak. Az emelt szintű szóbeli vizsgák kezdő időpontja június 2-a, a végső pedig június 9-e. A középszintű szóbeli vizsgákat június 13-a és 24-e között tartják. A mai Terézvárosi magazin vendége lesz Jáki Gábor, a 6. kerületi Szinnyei Mersepál gimnázium igazgatóhelyettese. A Budapest 6. kerületi Kölcsey Ferenc gimnázium a Határtalanul programban diákokat fogadott Erdélyből.
partnerük volt a Bánffy Hunyadi Oktávián Goga Elméleti Líceum magyar tagozatának egyik osztálya. A külhoni és a kölcseis diákok együtt nézték meg a főváros nevezetességeit, többek között a belvárost, a budai várat, a Várkert bazárt. A résztvevő tanulók ökológiai szemléletű osztálytagjai, ezért speciális elem volt a füvészkert és az állatkert meglátogatása. Mivel a kölcseis diákok tavasszal utaztak Erdélybe, a közös élmények gyűjtése tovább folytatódott. További érdekesség az is, hogy a két iskola diákjai a látottak alapján egy táblás játékot készítettek. A nyertesnek a szerencse mellett ismernie kellett Erdély és Budapest történelmét is. A program legfontosabb eleme a gyerekek között kialakult kapcsolat lett. A két intézmény vezetői már neveztek a következő évi határtalanul pályázatra, hiszen mindkét iskola tagjai szerették, élvezték a közös munkát, és szeretnék is azt folytatni. A Terézvárosi Tóth Aladár Zeneiskola koncerttermében hirdették ki annak a rajzpályázatnak eredményét, amelyet a 6. kerületben található Liszt Ferenc Emlékmúzeum és a zeneiskola közösen hozott létre. A díjátadás alatt a közönség folyamatosan láthatta a pályázók rajzainak falra kivetített digitalizált változatát. Bronz, ezüst és arany minősítésű díjakkal és külön díjakkal is értékelték az alkotásokat. A kiállítás 2017. június 15-éig látogatható a zeneiskolában. Az ünnepséget Kelemen Gáspár Paganini rokos dédur hegedű versenyének első tételével nyitotta meg. Ezután Magyar Margit, a zeneiskola igazgatója köszöntötte az egybegyülteket, és örömét fejezte ki a Liszt Múzeummal történő együttműködéshez, külön köszöntötte dr. Domokos Zsuzsannát, a Liszt Múzeum igazgatóját, és Szlávik Dórát, a pályázat főszervezőjét, a múzeum munkatársát. Peternek Anna képzőművész kolléganőmmel, aki a Liszt Múzeum munkatársa voltunk november-december környékén a Bajor Gizini Színész Múzeumban, egy ilyen múzeumpedagógiai továbbképzésen, és ott láttuk, hogy ott szerveztek egy rajzpályázatot, molinókra voltak kirakva a rajzok, és így egymásra néztünk Annával, és arra gondoltunk, hát miért ne szervezhetnénk mi is egy ilyen rajzpályázatot, és Domokos Zsuzsannától, a múzeum igazgatójától megkérdeztük, és ő azonnal igent mondott, és lelkesen mondta, hogy akkor vágjuk bele. És nagyjából január környékén meg is hirdettük a pályázatot, onnantól kezdve elkezdtük kiküldeni az összes fővárosi iskoláknak. Nagyjából a felét telefonon is elértük, de mindenkinek küldtünk e-mailt, és végül is annyira sikeres lett, hogy összesen 247 rajz érkezett be, és emiatt, hogy ilyen nagyszámú rajz érkezett be, ezért úgy döntöttünk Peternek Anna kolléganőmmel, hogy sok helyezést adunk, és nem egy első, második, harmadik helyezés lett, hanem sok, amit itt látnak itt mögöttem a molinókon, ők mind az első, második, harmadik helyezettek, illetve külön díjasok. A 6. kerületi iskolákból is igen aktívak voltak a gyerekek, 4 6. kerületi iskolából küldtek be rajzokat, összesen 87 darab rajzot küldtek be, és közülük is jó páran előkelő helyen végeztek. Fontos azért tudni, hogy bár a helyezettek itt vannak kitéve, a folyosó másik részén az összes rajz ki van téve, tehát mi tényleg minden rajznak szívből örültünk. A Tóth Aladár Zeneiskolával úgy kerültünk kapcsolatba, hogy Gede Éva tanárnőt a múzeum már régóta ismerte, és így megkérdeztük, hogy esetleg, mivel hogy sajnos a mi múzeumunkban nincsen lehetőség arra, hogy ennyi rajzot kirakjunk, egyszerűen nincsen hely, hogy esetleg ide a zeneiskolába lehetőség lenne kirakni a rajzokat, és a Gede Éva azt mondta, hogy megkérdezi a Magyar Margit igazgatónőt, és lelkesen igent mondott, és megengedte, hogy itt kirakhassuk a rajzokat, és még praktikus tanácsokkal is ellátott minket, úgyhogy tényleg nagyon, nagyon jó volt az együttműködés, illetve jó az együttműködése a zeneiskolával.
Ezután még két darab, Farkas Ferenc népdalszonatína és Fiocco Allegro című műve csendült fel Nagy Sarolta és Gellért Dorka tolmácsolásában. A gyermekek a Tóth Aladár zeneiskola tanulói. Dr. Domokos Zsuzsanna szavai után Szlávik Dóra mondott köszönetet a zeneiskolának a helyszín biztosításáért, a szponzoroknak az ajándékokért, az 5-ös 10-nek a paravánokért és a Liszt Múzeum kollégáinak a közreműködésért. Ezután a díjátadó következett, ahol a bronz, ezüst és arany minősítésű és a külön díjas pályaművek tulajdonosai, tehát a verseny kiemelt helyezettjei oklevelet, emléklapot és ajándékokat kaptak. Sok gyermek volt jelen a kitüntetettek közt, de akadt, akinek szülője vagy tanára vette át az ajándékot. Aki valamilyen okból mégsem tudott részt venni az ünnepségen, a Liszt Múzeumban bármikor átveheti díját. A Liszt Múzeum két munkatársa, Peternák Anna és Szlávik Dóra keresett meg személyesen engem, tudván, hogy szolfés csoportjaim vannak, azzal a kéréssel, hogy nem fogadnánk-e be, mármint a Tóth Aladár Zeneiskola nem fogadná-e be a Liszt Múzeum kezdeményezéseként egy rajzpályázat kiállítását. Én rögtön igent mondtam örömmel, mert hogy tudom, hogy a gyerekek nem csak szolfés órán, mert hogy úgy kezdődik ugye a rajz és a zene kapcsolata, a művészetek összevonása már rögtön előképzős korban, hogy meghallgattatunk olyan zenéket, amiket le is tudnak rajzolni, hiszen akkor sokkal hosszabb ideig hallgatják a zenét. Ilyen az állatok farsangja, hogy melyik állatot hallod, vagy a Prokofjev Péter és Farkas, ahol a hangszereket rajzoltatjuk le. Most, hogy igazi rajzpályázat, úgymond igazi rajzpályázatot vettnek a hírét vettük. Rögtön arra gondoltam, hogy ez remek ötlet, mert hogy a Tóth Aladár Zeneiskola falai, csempéi erre kiváló alkalmat és helyet teremtenek. Jól mutatnak az iskolás gyerekek rajzai rajta, és hát a gyerekek mindenféle versenynek nagyon örülnek. Rögtön megkérdeztem, hogy lehet-e köréje egy kis hangversenyt csapni, szervezni. Ők ennek a gondolatomnak nagyon örültek, és hát ezért a mai rendezvényen 3 Tóth Aladár zeneiskolás növendék játszott, és a kórus pedig elénekelte az egyik témát, mert hogy a rajzversenynek 3 témája volt. Az egyik, és számomra ez a legfontosabb, hogy a zene az kell. Ugye Dés László darabjából, a Valahol Európából ez a szöveg, ez mindenki számára ismerős. A legtöbb gyerek ezt a témát választotta, vagy az Én hangszerem című pályázattal indult. Hát azt hiszem, hogy mi valamennyiünknek nagy öröm volt, én ma nézegettem a rajzokat, szenzációs, hogy mik jutnak az eszükbe a gyerekeknek rajzokról. Volt egy Elindultam szép hazámból népdal lerajzolása az űrből. Ez mondjuk soha nem jutott volna az eszemben, pedig már 40 éve tanítok, hogy olyannyira elindult a szép hazájából, hogy az űrből nézett vissza rá. Itt vagyunk a Tóth Aladár Zeneiskolába, és egy bronzérmessel találkozunk. Mit rajzoltál, és honnan tudtad meg ezt a pályázatot? Nagyon izgultam a verseny miatt, és én egy ilyen nagy szívecskébe rajzoltam hangszereket, és körülötte pedig fákat, madarakat és nyulakat, meg virágokat rajzoltam. És mit üzent ez a kép? Azt, hogy szerettem a zenét, és a zene az kell. És szerinted miért kell a zene? Miért fontos az életünkben a zene? Mert hogyha zenélsz, akkor ugye nagyon-nagyon jó zenélni, meg szép is, meg akkor esetleg te is becsatlakozhatsz majd zenélni valakivel később is. Szerintem nagyon jó zenélni. Yeah.
A szemerkélő esőben is impozáns focit játszott a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal futballcsapata vasárnap az Ikarusz BSE sporttelepén megrendezett magyar önkormányzatok harmadik futballkupáján. A győzelmi serleget az idén is egy másik csapat vihette haza, de a szégyenkezésre nincs oka a csapatnak, hiszen játékukat az összetartás és a kitartó lelkesedés jellemezte. A mai Terézvárosi magazin vendége lesz dr. Preszlik Gábor, a Terézvárosi Rendészet osztályvezető helyettese, és Nirmál Sárkár, a Terézvárosi Vagyonkezelő ZRT műszaki osztályának vezetője. Hamarosan megkezdődnek az óvodai beiratások Terézvárosban is. Az idén május 15-e és 19-e között lesz lehetőségük a szülőknek a kiválasztott óvodába elhelyezni gyermeküket, akiket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. A felvételről minden esetben az óvoda vezetője dönt. Az első foglalkozási nap a nevelési év első napja, 2017. szeptember 1-e. Az óvodai beiratkozásról részletesebb tájékoztatást a www.terézváros.hu weboldalon kaphatnak. Az oktatási hivatal az intézmények pedagógiai eredményességének növelése érdekében bázisintézményi hálózat kialakítását kezdeményezte. A cím elnyerése pályázati úton történt 2017. januárjában. Terézvárosból a Fasori Kicsinyek Óvoda nevelőtestülete is benyújtotta pályázati anyagát. A szakmailag elkötelezett pedagógusokból álló közösség egyhangulag döntött a cím megpályázásáról. Az intézmény vezető, Barkóczi Marian, a tudásmegosztáson túl a Terézvárosban folyó magas szintű oktató-nevelő munka támogatását, színesítését is feladatának tekinti. Pályázatukban többek között módszertani innovációt, jó gyakorlatok bemutatását vállalták, amelyek ismertetésére várnak minden érdeklődő pedagógust, szakembert. Az intézményben az ünnepek során is igyekeznek innovatív ötletekkel színesíteni a megvalósítást. Így a Terézvárosi Fasori Kicsinyek óvoda hagyományteremtő szándékkal új formában ünnepelte az anyák napját. Az egyéni köszöntés helyett most közös sütéssel, játékkal lepték meg az anyukákat. A nagy napot heteken át tartó készülődés előzte meg. Az óvónénik a játékokat állították össze, süteményrecepteket válogattak. A gyerekekkel közösen elkészítették az apró, de annál nagyobb örömmel átadott ajándékokat. Péntek délután az anyukák izgatottan várták a pillanatot, amikor beléphettek a csoportszobákba, és kezdetét vette az a pár óra, ami csak róluk szólt. Büszkén, meghatottan, könnyes szemmel hallgatták a műsort záró énekeket, verseket. Fasori Kicsinyek óvodája szakított hagyományaival eddig az anyák napját egyénileg ünnepeltük a csoportokban, de a szülői munkaközösséggel egyeztetve úgy gondoltuk, hogy az idei tanévben másképp szeretnénk megszervezni, ezért minden csoportban sütéssel, játékokkal és köszöntésekkel készültek a gyerekek, ami azt gondolom, hogy nagy örömet okozott mind a gyerekek, mind a családok számára. Szeretnénk ezt hagyománnyá tenni. Egyrészt az anyák napja nagyon fontos ünnep minden család életében, amihez majd társul az apák napja június elején, úgyhogy gondolom és remélem, hogy minden anyuka most örömmel és kicsit meghatottan távozik az óvodából, és remélhetőleg az édesapák is ugyanígy fognak érezni apák napján. Ág István, virágosat támadtam, édesanyám virágosat támadtam, napraforgó virág voltam álmomban. Édesanyám, te meg fényes nap voltál, napkeltétől napnyugtáig ragyogtál.
A Terézvárosi Mesevilág óvodában immáron második alkalommal rendezték meg a Nemzetek Napját. Fontosnak tartják az óvodába járó különböző nemzetiségű gyermekek, családok befogadását, kultúrájuk, hagyományaik megismertetését az óvodába járó magyar gyermekekkel, családokkal. Ezen a napon a kameruni, kirgiz, francia, kanadai, norvég, nepáli, kínai és török családok mutathatták be népviseletüket, hagyományos tárgyaikat, játékaikat, ételeiket, zenéjüket. A kínai részlegnél lehetőségük volt a gyermekeknek kipróbálni a kínai írást, az evőpálcika használatát. Együtt dobolhattak a kameruni dobossal, megszólaltatták az esőhívó hangszert. Kanadánál eljátszhatták az északi fény mozgását. A nepáli család hagyományos harci és egyéb használati eszközöket mutatott be. A kirgiz família népviseletbe öltöztetett babákkal, mesekönyvekkel színesítette a programot. A norvégok a vikingek és a trollok életét szemléltették. A franciák és a törökök nemzetük hagyományos ételeivel vendégelték meg a lurkókat. Fontos az óvodában dolgozók számára a gyermekek magyarság tudatának erősítése, így ezen a napon lehetőségük volt megismerkedni a magyar hagyományokkal, magyarországi épületekkel, magyar költőkkel. A 3D-s maketten megtekinthették a Vajdahunyadvárát, az esztergomi bazilikát, a Hősök terét, a parlamentet, a Mátyás templomot és a Lánchidat. Debrecenben jártak a Terézvárosi Kincseskert óvoda gyermekei, ahol szatmári viseletben 14 kislány és két bátor fiú adott szép tavaszi gyermekjátékokkal tűzdelt műsort 10. fellépőként. A szereplés rendkívül jól sikerült, minden gyermek nagy élményekkel és egy kis ajándékkal tért haza. Következzen most egy kis képes összefoglaló az eseményről. Népet csak egészében lehet megismerni. A nép dalát is csak az érti meg igazán, aki ismeri szokásait, ruházatát, ételét. Így hangzanak Kodály Zoltán szavai. Fontos, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést már a gyermekekben is erősítsük, hogy a táncokon keresztül ismerjék meg hagyományainkat, a táncok lépésanyagát, énekeit, jellegzetességeit, stílusát. A néptáncot élővé kell tenni mindenki számára, hogy ne csupán koreografált színpadi produkciót tanuljanak, hogy a néptánc a gyermekek életformájának részévé váljon. A hagyományokra való nevelést népi daljátékokkal, ritmusokkal, mondókákkal már az óvodában is el lehet kezdeni, és erre a 6. kerületi Kincseskert óvodában nagy hangsúlyt fektetnek. Elemérnét, Gabi nénit, 90. születésnapja alkalmából otthonában köszöntötte Matokanovic Lídia képviselő, a Terézvárosi Önkormányzat környezetvédelmi és civil kapcsolatok tanácsnoka. A jeles évforduló alkalmából az ajándékok mellett átadta Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőlevelét, valamint Hassai Zsófia Terézváros polgármesterének oklevelét. Gabi néni elmondta, hogy a legnagyobb boldogság számára, hogy mindig tüneményes jó gyerekek vették körül. Nagyon sajnálja, hogy az idő múlásával a régi jó szomszédok elköltöztek. A világ is alaposan megváltozott. A házban a lakók jönnek, mennek, az emberek már nem nagyon beszélgetnek, nem is ismerik egymást. Gabi nénit népes családja nagy szeretettel veszi körül. Születésnapján 22-en ültek az asztalnál. Számára ez a boldogság. Isten éltesse sokáig jó egészségben az ünnepeltet.
A Terézvárosi Tóth Aladár Zeneiskola kórusának előadásában gyönyörködhettek a komoly zenekedvelői május 6-án szombat délelőtt a Hunyadi téren. A Tér Zene Zene Tér koncertsorozaton kórusművek csendültek fel az egykori növendékekből alakult énekegyüttes előadásában. Május 13-án a Terézvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat képviseletében az Akropolis Kompánia együttes lép fel a téren. A mai Terézvárosi Magazin vendége lesz Ispán Kiné Gede Éva, kórusvezető, karnagy. A Tóth Aladár Zeneiskola női kórusát Ispán Kiné Gede Éva alapította 30 évvel ezelőtt. Az együttes 1987 óta aktív résztvevője Terézváros, sőt a főváros zenei életének. Rendszeresen fellépnek a nemzetközi kórus és egyház zenei fesztiválokon is. Az elmúlt évtizedekben Európa számos országa mellett az Egyesült Államokban, Hongkongban és Kínában is jártak. Eddig két önálló CD-lemezük jelent meg. A szombati előadáson egy spirituálé mellett többek között Dés László, Kodály Zoltán, Bárdos Lajos műveiből adtak ízelítőt oly módon, hogy minden műsorszám előtt röviden ismertették a zeneszerző és a mű jelentőségét. A kórus jubileumi koncertjét május 13-án 16 órától a Terézvárosi két tannyelvű általános iskolában tekinthetik meg. Ispán Kiné Gede Éva vagyok, a Tóth Aladár Zeneiskola kórusainak karnagya. Azért a többes szám, mert a kicsi kórusa annyira kibővült, 60 fölüli létszámmal, a nagyokkal, hogy két felé bontottam. A Hunyadi téren mi kezdtük, mi avattuk föl pontosan 5 évvel ezelőtt, december 12-én, advent első vasárnapján, ezt a gyönyörűséges pavilont, ahol 5 év óta minden tavasszal aztán kijövünk énekelni. Ma népszerű melódiákat hoztunk, nem véletlen a válogatásom, hiszen egy hét múlva a kórus 30 éves fönnállását ünnepeljük, illetve azt, hogy 20 évvel ezelőtt indultunk el első utunkra Amerikába, amely a kórust igazán kórussá tette. A népszerű melódiák között olyan ismert dallamokat találunk, mint az Oscar-díjas Mindenki nagy slágere, a Bodzavirág, vagy Dés László Valahol Európában című musicaljének a Zene az kell című műve, és még egyebek, összesen 10 mű. Ami fontos, az Kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látták. Hívjanak minket, írjanak nekünk a képernyőn látható elérhetőségeken. Legközelebb a szokott időben, egy hét múlva ismét találkozunk, addig is minden jót, a viszontlátásra.